Sziasztok! Ezt nézzétek, ez egy üresen álló épületkomplexum itt a Hungária körúton. Hozzátartozik még ez is. Ez egykor, illetve most is orosz tulajdonban van, a telek az úgy tudom, hogy magyar, viszont az épület az orosz tulajdonban van. Egyébként ilyen orosz diplomaták, meg konzulátustagok, meg ugye egyebek laktak itt egykor, de körülbelül a rendszerváltás óta üresen áll. Megnézzük a másik oldalról is. És még ez a tömb is ide tartozik. Ezek itt az öt emeletesek. És itt látható a nagy is, meg a kis épület is. Ugye a nagy az legalább 10 emeletes, a kicsi az csak 5. Üdvözlök innen mindenkit. Itt vagyunk a régi elhagyott orosz vizét, tiszti lakásoknál. És szépen benézünk útbekszelni. Itt van egy nyitott kapu. Aha. És itt be lehet menni. Hát valószínűleg világításod nem lesz. De erre lefele. Valószínűleg a lift se fog működni. Itt vannak a gépészeti berendezések nagyjából. Semmi extra. Hát igyekszem világítani, és itt van a lépcsőház. Hát az akkor majd itt fogunk felvenni. Ez fényképezi, nem lehet nagyon sötét van. Ah, itt vannak a kis izék, csirkerólak. Ez a pincehelyiség. Ez 2005-ös. Ezek 2005-ben vallaktak. Semmi, hát akkor nem ez egykori lakóké. Igen, ezek ilyen kis pincerekeszek. Ilyen panelházakban lévő csirkeólak, ahol ilyen minden lakónak van egy saját, aztán ott tárolhatja az utcait. Kicsit több a fény. Ez egy lakás. Nem tudom, lakás, nem tudok megnézni. Felmegyek a legfelső szintre, aztán majd onnan haladok lefele. Pripyat.
legfelső emelet. A másikban a nagyba kéne átmenni. Itt is felfolyható a medence. Ilyen faszik kilátó. És akkor szépen megnézzünk ide. Hát ez itt egy piszolátnak egyet, jó? Majd. Itt van egy falikút. Hoppa. Hát itt vált valaki grillezett is. Sarlókalapás, a többét. Itt van a liftnek a gépháza vélhetőleg. Hát, ha még a lift is működne. Itt a liftmotor. Semmi, ez ilyen. Galcmávag. Hogyha jól látom. Volt ilyen lesz szerencsém. Aha, és itt lehet kézzel lecsörlőzni. Egyébként a kötélem be szokott lenni jelölve. Hát igen, egy kis elsősegély nyugtási tájékoztató. Kis dolgos is. És hát itt így néz ki a tető. Na jó, jó a kilátás a városra. Ott a Puskás stadion. Mellette a sportaréna, kicsivel arrébb van a sima csarnok. Semmi. Hát ez a baj, hogy viszonylag hamar sötétedik már, de azért ezt még megnézzük. Másik oldalt ott vannak, ez az már lakóház. Kilátása szép minden. És itt már nőnek a fák. Micsoda hangulatos is kiülőplac. Igen, itt már a tetőnél már. Nézzek, az itt már fák tőnek. Szerűsebbés. És ott szemben az a magasabb épület, csak itt van egy átjáró folyosó, azt hiszem, és ott lehetne átmenni. Csak itt még van egy kisebb épület is. Te mellett. Ott lehetne átmenni. És ezt nézzétek. A tető. Hát ott, oda föl már nem mászok, mert az, nem kockáztatom meg azon a vaslétlán, hogy az megbíre. Meg hát igazából sokkal többet onnan se látnék, úgyhogy nem is lenne értelme. És egy panoráma lakás, mégpedig a 75-ös. Ez volt a kis szoba. Majd utólag fogok várni. Biztosítéktárba. Kaputelefon. És itt volt a nagyszoba. Itt két egyben nyíló nagyszoba, még a szőnyegpadló is megvan. Itt ez egy érdekes ellentezés volt, hogy... Na, és itt volt egy kisebb. Hát ez... És itt volt az erkély. De van zárva, nem tudunk kimenni az erkélyre. Na, nem baj. És akkor volt még egy szoba, meg gondolom ott volt a fürdő. És az ember lévő lakásban mennyit van az erkély? A gardróbszekrény. Hát itt ez lehetett a fürdő, csak ide kell a világítás. Mert amit lát belőle, itt volt a fürdőszoba a fürdőkádban. A kalamb. És itt a budi. Szabadon a szang. És egy orosz, ez éleklám. Valamilyen orosz reklám.
pedig van egy galambom, amelyik itt röpköd. Vagy röpködött, de már nem röpködik. És ez itt a konyha. Hát, konyha bútor már eltűnt. Na, itt mosogató, maga többé, meg hát itt ilyen beépített szekrények itt is. Szokásos. A lakás elrendezés az úgy látom mindenhol egyforma. Viszont ezek a tapéták, ezek nagyon ott vannak. Mivel az újságpapír is van. Ez magyar. Ez egy oklevent. Ez biztos, hogy gyerekszoba volt. Semmiért. Hát igen, az ilyen megviselt. Hát ez a kisebb épület. Legközelebb, hogy jövök, akkor hozok egy zseblámpát is. Ez érdekes, hogy a nagyszoba az így van egy ilyen leválasztott része. Már gondolom azért, mert így fért el a konyha. Hát érdemes ide bejönni, szerintem már nagyon. Azért bejönnünk. Hát a WC mindenhol ugyanaz. A konyha is mindenhol ugyanaz. Hát gondolom minden már úgyis, ami érték volt, azt már elvitték, úgyhogy... Még egy nagyobb helyiség, nem tudom, mi lehetett. És itt van tovább a folyosó, mert mondom, van itt még több lépcsőház is. A belső elrendezés mindenhol ugyanaz. Egy ágykeret. Meg itt azért van még néhány posztel is, egy eloszlom az ott, ez nem tudom micsoda, de itt is van egy posztel. Nagy szoba, kis szoba, konyha és külön WC is fürdő. Egy július 25-e. Itt is ki tudom nézni a verkényre. Itt ott van egy téli antenna is. Hát ott már szerintem a szomszéd lépcsőházhoz tartozik. Nem mondom ilyenkhez. Már nem, bár van átjárás. Vagy legalábbis volt. Nézzétek. Tovább. És ugye két lépcsőház van, tehát itt is ne tudunk menni. És ez csak egy szint volt. Meg lesz most tudjuk sokáig, úgyhogy talán még egy szintet megnézek. Aztán utána megyek tovább. Majd én visszajövök ide. Mert meg kell nézni a nagyot is. És ezt nézzétek, itt van egy lakás, ami mert még vannak bútorok.
pityinggel. Ez az én odabasz. Ezt nem hiszem el. Ez így van. Jó, oké. Hát... meg van egy esernyő, meg egy pár pornós DVD. És azt nézzétek itt is. Csak közben elkezdett sötétedni, úgyhogy... sokáig tudok már maradni. De itt is azért még egész fullosan minden megvan. Oké, fókuszt is kérjük vissza. És mi benne van a körte is a csillárba. Azt nézzétek. Kozmopolitan és 2004-es. És itt van egy hűtőszekrény is. Néhány szék. És itt is van egy pár bújtóra. Ezt nem tudom, mi akar lenni. Hát egyenlőre ennyi volt, mert ugye kezd már sötétedni, aztán már még annyi fény sincsen, mint eddig volt. Tehát egyébként azt mondja, hogy 1, 2, 3, 4, azért 6 emeletes ez is, hogy legalábbis van 4 szint, ahol pillanatosan lakások vannak, tehát ide még esetleg érdemes lehet visszajönni, ameddig ez így megmaradt. Sziasztok, ismét itt vagyunk az elhagyott orosz házban. Próbálunk most följebb menni. És most már hoztam egy lámpát is. A távozottal jobban lehet így látni. Nézzétek. Még vannak régi bútorok is. Hát igen, mint egyik lakás ugyanúgy néz ki belőle. Tökéletes, meg egy piros csikó. Ez volt a fürdőszoba. És én megvan a tüdőd. És nem földelt konnektor fürdőszobába. Ez már a régi szabvány se engedte meg. És benne van a WC csésze, sőt a tartály is. Így szépít ezt aztán. És itt van a konyha.
konyha bútor. November 2008. Úgyhogy már akkor biztos lakatlan volt. És a 2008-as naptárba fagom. Ezt nézzétek. Ez pedig ott egy telefoncsatlakozó. És audio kazetták. És az már nem fog jönni. Lemez. Mentés másként igaz. Ezt a kurva. Semmi. Na, ezt nézzétek. Semmi. Itt készlet. Az annyi jó fajta orosz vodka lehet. És ott van a TV antenna csatlakozó is. Nem biztos, itt volt a TV videóval annak, aki itt lakott. Hát igen, itt egyébként oroszok laktak. Nézzem a rendszerváltásig. Ezt nézzétek, szintén van. És ez a nap semmi. És van egy tükör. Vagy minek? Pedig ez egy kis szoba volt. És szépen. Videó tanítflakonol. Hát ez valami hatalmas kincs, ha ez még működik. És ehhez volt ez a nagy koporsó méretű távirányító is. Hát ez még megvan. Ezt. Ez igen. Kint esik az eső. Konyha. 2009-es naptár. Meg mindig még a befűtési üveget is ott hagyták. Na nézzük, van itt, ott van egy sajtreszelő. És ezt nézzétek, némi étkészlet is van. Ezt nézzétek.
egy 2007-es újságcikk. Itt tudja, hogy járt valaki. Ez igen, ez egy Epson FX850-es Matrix nyomtató. Ez nem semmi. Ja, itt van egy rádiós magamnak a doboza, és ott van még egy szép bontott Epson. És egy csomó befőttes üveg. Hát azt nem vitték el valamiért. És elrendezésebb jön, az csak az nem mindegy, hogy a konyha még sorokban van. Szépen, hogy a három már nincsen. Azért szép lenne, hogyha még a lift működne. Hát ezt se húzták. Ez a legjobb, az úgy itt maradt, hogy csak na. Hát ez meg még jobb az, ezt szenkedem. Na, ezt nem tudom, mire élni ezt a kis szűk helyet, mert itt egyhol biztos, hogy volt egy ajtó a szomszéd épületig. De ez az, hogy csak itt van nyitva. A folyosó meg mindenhol ugyanolyan. Itt a teljes konyhai edénykészletet valószínűleg itt hagyták. Semmi. Viszont ez a plakát a WC-be, ezt nézzétek. Hatalmas. Hát a WC-t azt inkább ne nézzétek. Bele van szólva. Ez a utolsó semmi. Na, még egy szinte teljesen berendezett szoba. A csillár is megvan, hát a költe már jó, de ezt nézzétek. Ezt a tévét. Hát ez nem tudom, milyen fajta lehet. Blaupunkt. Blaupunkt. Akkor nem orosz. Azt a mindenit. Hát ez jó régi lehet. Hát ebben muszáj képet is csinálni, de jártad, az már itt van, de ott van a vége is. És ezt nézzétek, itt az ajtó is be van zárva. Már mondjuk, ha valaki nagyon be akar menni, akkor az nem akadály. De azt egyek ott még, a művilág is ott van a szekrénytetek. Hát, ha itt vannak.
foci, meg valami szépiás. Viszont a tapéta az nagyon ott van, ez a nupagagyi. Nupagagyi valahogy fatkas. Ám maga ott van a nyúl is. Ez kurva jó. Ez úgymond az olasz Tomés Cseri volt. Ugyanarról szól, mint a Tomés Cseri, csak itt ez a fatkas próbálja a nyulat elkapni. Egy Music Centernek a honfala. És ezek a jó modern szekrények. Bár ezek ebből nem sajnálták az anyagot, ezek örökké tartanak. Mondjuk súlyuk is van bennem. Se csoda, hogy itt hagyták őket a színnel, lehet, hogy már nem fért fel a teherautóra, vagy nehéz volt. Ezeket annól tényleg összerakták. És akkor még egy szintet lejjebb. De már most már fölött szinten vagyunk. És itt már nincs erkélye. Hát gondolom, ezeket már raktárnak használják. De ráadásul itt egytelő, ezek nem is lakások már szerintem. Ezek már raktárak voltak. Azt nézzétek. Ez egy szunk. Szintén már voltak lakások. Vagy mégis. Ezek szóval lakásoknak tűnnek. Igen. Ez lakás volt. Nézzétek, ez egy hatalmas hangfal. Jó. Hú, itt is aztán van minden szét tovább. Ott a párja hangfalnak. Kibelezve. És szerintem itt van az átjáróban a másikba. Itt van vagy épületben az átjáróban. Az útvonalra is, és bizony, és ez nálam egy épület lesz. És ez volt egy kodaportás fülke. Itt van a telefonbekötés. Ott volt egy pár vonal a házban.
és itt vannak a lifteknek a kapcsolói is. Ez az, amit jobb lesz így elkerülni. Ide majd legközelebb, már hogy elsötétedik, viszont legalább most már tudom, hogy hol az átjárás. Itt lét, és itt vissza is tudok menni. Gépészeti, szóval elektromos berendezések, hát itt mondom, hogy villanyóda volt. Itt meg a fő megszakítók, 160 amperest visztik, szóval oldaló biztosítékok. Az áramtalanító főkapcsolók itt voltak. Akkor most vissza kell menni a pincébe. Ez vajon mi lehet? Egy úr. És ez a posztás esemény. Mert egy csillád is. És energiatakarékos iszók vannak benne. Szoba. Tett a fürdőkát. Ez pedig boltját, ez nem van. Akkor ez világítás, nem fűtés. Igen. Még a tükör is meg vannak a szakelszívó. Ott is van egy tükör. Szerintem már egy gondnoki vagy ilyen portási szolgálati lakás lehetett. És itt volt egy hol főbe járt. És akkor menjünk fel az emeletre. Nézzétek, itt is volt egy fürdőszoba WC-vel, és ezek a fürdői slangok. Feljöttem a tetőre közre, tehát fontosabb fel fogunk aludni. És akkor itt vannak nyilván a gépészeti berendezések. Semmi. És itt lesz a liftmotor is. És itt vagyunk a tetőn, ezt nézzétek, ott van egy antenna, és már kicsit később mutatok még egyet, az pedig ott a Budapest Sport Aréna.
gyors innen. És ott van a Puskás Ferenc stadion is egy picivel alá, csak az a baj, hogy pont arra is itt mostanak. És itt van a másik épület. Ez is hozzátartozott. És ott van még egy antenna, hát itt följebb lehetne menni, de erre a létrára nem merek fölmászni. És itt van egy hagyományos lepke antenna, és ott pedig megy a vonat. Hát igen, Zugló vasútállomás közel van. És ez pedig Zugló. És ez már egy felső emeleti lakás. Ezt nézzétek, itt van az erkély. Ahol bizony már fák is elkezdtek nőni. És itt a konyha. Igen, két szoba konyha. És akkor WC-fürdő. Sőt, itt van még egy szoba. Ezek már a háromszobás lakások. És ott a kaputelefon. Na, és akkor itt van a WC, meg a fürdő. Na, és itt pedig már a szobás elrendezés. Erkély. És elég nagy erkélyei vannak ennek a lakásnak. A másik szobában is, ugye ott nem lehet hívni az erkélyre, de az ablak az oda is átnyúlik. Ezt a lakást jobban kiürítették. Hát, ez bizony egy rosszat a show.